semmi nem érdekelt. Csak az, hogy én belegyek szívve, vagy valami. Ne becsüljük azért alá, ez egy élet-halál játék. Tizenegy évesen kezdtem el alkoholt fogyasztani, kocintósokat ittam, és akkor így egy ilyen 5,5 évvel ezelőtt szívtam bele a herbába, és azután meg így lecsúszott az életem. Sokkal veszélyeztetettebbek azok a gyerekek, akik korán találkoznak a szerrel. 13 éves voltam, és teljesen véletlenül próbáltam ki. Akkor nem volt bennem semmi érzelem, hogy nekem most így ahhoz kell nyúlnom, meg nem tudtam, hogy az, mert azt hittem, hogy egy sima cigi. Nagyon rosszul voltam tőle, viszont jó érzés volt. És én ezt újra meg újra ki szerettem volna próbálni. Én ezt egy tünetnek fogom fel, hogyha egy gyerek szerhasználó lesz, vagy akármilyen függő, tehát akár játékfüggő, vagy tehát teljesen bármilyen függő lesz. Ez egy ugyanolyan pszichés tünet, mint a bepisilés, vagy akár a fejfájás, vagy bármi. Néha a szerhasználat, ahogy az öngyilkosság előtt is beszélünk erről, egyfajta cry for help, tehát hogy figyeljetek már rám oda. Minden megadtuk, sportolt, külföldre járt versenyezni, sportoló volt, jó tanuló volt. Én robotoltam, hogy meglegyen a pénz, anya meg hordozta jobbra-balra. Egy dolgot elfejtettük megkezdeni tőle, hogy ő szeretné-e. És nem vettük észre, amikor már nem szerette. Mert az elején még kicsi volt, akkor szerette. Nagyon sokszor láttam azt, hogy a szülők az odafigyelést, a jelenlétet, az együttlétet, azt pénzzel váltják meg. Tehát megvásárolják tulajdonképpen a gyermektől. Ellátják mindennel, ami tárgyi. Holott a gyereknek arra lenne szükség, hogy apa ott legyen, hogy apával focizzak, hogy apával menjünk el együtt meccsre, hogy apával dumáljak egy jót. Voltak kimondott, ki nem mondott elvárásaink, érted? És ezeket nem tudta teljesíteni, vagy nem akarta, vagy éppen olyannya volt, nem tudom. Gondold el, hogyha mondjuk egy felnőttnek is a munkát, be kell menni egy munkahelyre, mint az iskolába, ott ült egy napi 8 órát, ami ahol semmilyen sikerélményed nincs. Ez nyilvánvalóan kiszolgáltatottá teszi a gyereket arra, hogy valamilyen módon örömet nyerjen. Alkohol és droghasználat szempontjából azok tekinthetők a leginkább veszélyeztetett helyzetben lévőnek, akiknek a családjában volt ennek előzménye. Tehát alkoholista szülő, nagyszülő. Most is aktívan kokain fogyasztó szülőknek a gyerekét hozták, ők hozták a gyereket, hogy a gyerek is kokain fogyasztó. Hát, érted? Mi lenne? Hát azért ezt látja, meg tudja. Hát itt van a bökkenőm úgy, hogy testvérem is ezt használta, herbát, ő is 5 évig nyomta, és én meg idősebb társaságban voltam, meg köztük is voltam, és én ezt láttam már kiskoromban, hogy ezt csinálják. Fél évet laktam a keleti mellett az Alföldi utcában, gyűjtő gyerekotthonban. Azelőtt meg a nagymamámnál, meg apukámnál laktam. Nagyon sok volt a konfliktus, meg a veszekedések, és ezért kellett úgymond elmennem onnantól. Ezek a gyerekek elkezdik nem szeretni saját magukat. És akkor ennek a vége, hogy miért szeresse, ugye hát ott egész tapasztalja, hogy egy hülye kapja az egyeseket, megbukik, évet ismét eset. Hát nyilván van egy ok, amiért én most újra is olyan hozzányúlok, de így megfogalmazni nem tudom. Szarnak éreztem az életemet, és ez így bearanyozta, vagy akkor most így jó nekem. Legelőször bió volt, ha jól emlékszem. 2011 táján robbantak be ezek az úgynevezett új pszichoaktív szerek a hazai piacra, a designer drogok és aztán a biofű, meg az összes többi. Az a baj, hogy ez a herbának az ilyen drogok kiszámíthatatlanok. Lehet, hogy valamikor nem nagyon szízbe tör, de lehet, hogy a következő cigit megcsinálod, mert nem tudod, hogy mennyi mennyiség van rajta abból a porból, amit ráraknak. Beszívsz, hát nem nagyon állsz be, megtekered a következőt, attól meg lehet elájulsz. Nagyon veszélyes amúgy. Először ugye a barátnőmmel mentem oda, és hát nagyon megijedtem, nagyon fura arcok voltak, mindig így kiabáltak utánam, de utána így megismertem őket, és akkor mindig mondták, hogy itt a kihány, mennyi kell, meg mit tudom én.
Bemegyünk ugye az épületbe, odaadom az 500-at, és mondom, hogy kérek szépen egy pakkot, és ott kimérik, hogy mennyi az, vagy hát marokszámra adják, és ennyi. Ott körülbelül meg tudok élni belőle egy hétig, ha hetente egyszer, vagy a naponta egyszer vagy kétszer szívok belőle. Könnyű vele kilépni így a valóságból, tehát nagyon hamar elrepíti őket egy ilyen teljesen más tudatállapotban. A legelső az nekem olyan volt, hogy beültem, és két slukkot szívtam csak bele. Kifújtam, emlékszem rá, hogy így laggolt minden, mint hogy egy játékban nem lenne FPS-em. Minden laggolt. Aztán emlékszem rá, hogy így lenéztem a lábamra, és négy lábam volt. És akkor eljött egy ismerősöm, beszélt hozzám, amit, és azt se értettem. Én furcsán értettem, azt nem tudtam meg mit visszaszólni. Könnyen hozzáférhető, olcsó, nagyon elterjedt, népszerű emiatt így a fiatalok körében, és hogy gyorsabban alakul ki a függőség, meg hogy gyorsabban hoz egy ilyen viszonylagos állapotromlást, akár egészségileg, akár mentálisan. Először azt mondta a feleségem, hogy a lányom dolgozik. Én meg azt mondtam, hogy bolond vagy, szívem, nem dolgozik ez a lány, csak fáradt. Furcsa módon legkésőbb a szülők szeretik ezt meglátni. Ez egy macerás történet, hogy ezt otthon észrevegyem, szembesítsem a gyereket, fölvállaljam, rákérdezzek. Az a jött, aki gubbasztott, utána bement a szobájába. Ilyeneket én is észrevettem, de tényleg azt hittem, hogy fáradt. Tanult, sportolt. Azt hittem, teljesen apai szemben volt, hogy fáradt. El sem tudtam képzelni, hogy az én lányom. És akinek mindent megadtunk. Nagyon sok, nagyon odafigyelő, nagyon szeretetteljes családnak a gyereke is belecsúszik ebbe. Este néztem a tévé előtt, ültem a fotelba, és akkor följött mellém a lányom, leült mellém a fotelba, este tiszk, és azt mondta nekem, hogy apa, heroin függő vagyok. Kész, ennyi. Én így tudtam meg azt a dolgot. De egy világ dölt volna össze bennem. A legrosszabb rémálmom volt.